Sziasztok, Anna vagyok. Negyedéves fogorvostan hallgatóként tanulok a Pécsi Tudományegyetem magyar fogorvosi képzésén. Szeretném ma nektek bemutatni a fogorvos képzés különböző moduljait, a szerkezetét, felépítését, hogy mire számíthattok, ha minket választotok. Az utazás egy 2 éves alapozó modullal kezdődik, ahol megismerkedtettek számos fogászati és általános orvostudományi tárgyal is. Az első fogásztárgyatok a fogorvosi prevenció alapjai lesz, amelynek a keretein belül mind a fogászati ellátás, mind pedig a praxis felállítás alapjait megismerhetitek. Néhány gyakorlati skillt is megtanultok, például megtanultok lenyomatot venni, vagy egy saját fogászati sínt elkészíteni, ezt a jövőben használhatjátok is majd. Az általános orvosi tárgyak segítségével, mint a neuroanatómia vagy a szövettan, megtanultok majd számos olyan alapismeretet, ami majd szükséges lesz a diagnózis felállításához, vagy akár egy sikeres kezelés véghezviteléhez is. Harmadévben lépünk át a preklinikai modulba, ahol szimulált klinikai körülmények között szakmai tapasztalatot szerezve megtanulhatjuk a fogak helyreállítását, egyes fogpótlások elkészítését, illetve a gyökérkezelés lépéseit is. A fogászati vonal egyre inkább markánssá válik, mivel ebben az időben a fogászati anatómia tantárgy keretein belül viaszblokkokból fogat faragunk, ennek megfelelően megtanulhatjuk a fogak morfológiáját, a borázdarendszer, különféle anatómiai struktúrákat, illetve a méretbeli eltéréseket is. A konzerváló fogászat és kariológia tantárgyak keretein belül a lehető legtöbb információt el tudjuk sajátítani olyan korképekről és állváltozásokról, amelyekkel majd a negyedéves klinikai gyakorlat során találkozhatunk. A tárgy célja, hogy ezen dentális és parodontális betegségek epidemiológiai, illetve kezelési és megelőzési lehetőségeiről a lehető legtöbb információt biztosítsák a hallgatóknak, ezáltal biztosítja a tantárgy, hogy megfelelően felkészült hallgatóként át tudjunk lépni majd a negyedéves klinikai gyakorlatba. A program utolsó 2 évében bekapcsolódhatunk a klinikai modulba. Ebben az időszakban tapasztalt fogorvosok irányításával valódi pácienseket kezelhetünk, próbára téve az eddig megszerzett tudást, illetve gyakorlati készséget. Továbbá csatlakozhatunk a kórházi betegkezeléshez, megismerkedünk a fogorvoslás különféle szakterületeivel, valamint itt fejlesztjük ítélőképességünket és önbizalmunkat. Ez a 3 modul adja a Pécsi Fogorvosképzés 5 évét. Ha szeretnél egy kiváló közösséghez tartozni, kitűnő szakmai képzésben részesülni, akkor gyere, találkozunk szeptemberben!